November 28-án volt a záró darabja a 40-es turnédnak. Jó reggelt kívánok, Ákos a vendégünk. És ezen a koncerten, a Művészetek Palotájában azt mondtad, hogy az is baj egy zenész életében, ha nincs slágere, akkor mindent elkövet, hogy legyen. Meg az is baj, ha van, mert onnantól kezdve, hogy van az embernek slágere, az bizony kíméletlenül játszani kell. És ezt követeli a közönség. Igen, ilyen rissz-rossz anekdotákat mondtunk el a dalok között. Ehhez hozzátartozik az is, hogy a sztár definíciója micsoda. Hogy az az ember, aki fél életén keresztül azon küzd, hogy felismerjék az utcán, és a életének a másik felében meg azon küzd, hogy most már ne ismerjék fel az utcán. Na, akkor viszont itt álljunk meg egy pillanatra, én egyszer téged láttalak, akkor még nem ismertük egymást személyesen, de egyszer téged láttalak egy áruházban, a feleségeddel, és nem ez volt a történetnek a poénja, majd most következik, megrohantak a leányok az áruházban, nyilván autogramot kértek meg, örültek, hogy téged látnak. Tehát akkor most te éppen melyik korszakodat éled, amikor ez már talán akkor a második? Ez egy olyan parodisztikus történet, mert ez rám is vonatkozik. Ez nyilvánvaló, amikor az embert először megismerték, 20 évvel ezelőtt volt egy ilyen élményem, az nagyon kellemes, meg izgalmas kis frikció volt az életemben. És azt hiszem a másodiktól kezdve már nem annyira tetszik. Azt megértettem, hogy ez vele jár, nem nyavajogni akarok, nem ilyen sztár hiszti, hogy jaj, megismernek, persze ez jó is, ez vele jár. Magyarországon ilyen ismertebb embernek lenni az egy nagyon különleges helyzet, mert az ember egy kicsit, miután ebben a kis hazában elég közel élünk egymáshoz, kicsit olyan ilyen, hogy is mondjam, csak aféle távoli rokonná, vagy ilyen távoli családtaggá válik. Tehát itt, amíg ez a celeb hülyeség be nem jött Magyarországra, addig a valódi teljesítményhez hasonló dolgokat fölmutató emberekhez más volt a viszonya a közönségnek. Mióta vannak celebjeink, szerintem a celeb az valami olyasmit jelent, borzalmas maga a szó is már, vagy eleve egy implantálódott a magyari közéletbe, hogy a teljesítmény nélküli ismertség. Valami ilyesmit jelent. Igen, aki ott van a címlapon, de nem tudjuk miért van. Fogalmunk nincs, hogy miért van ott, mert össze van nőve a szemöldök, vagy más jellegű problémái vannak, és ezekről gondolom egy számlatömbbel a hóna alatt körbejárja a beszélgetendő az összes tévéstúdiót. Szóval igazából lett legyen akármilyen híressége Magyarországnak, hogyha megnézzük, hogy ki volt sztár 20, 30 vagy 50 évvel ezelőtt, tehát mindig színészek voltak az ismert emberek, olyan énekesek, akiknek vagy tragikus volt a sorsa, vagy izgalmas volt a sorsa, vagy valahogy mégiscsak valamilyen teljesítménnyel összefonódott a sorsa, és ma ezek az implantátumok, ez a külföldi minta alapján idehozott híresség minták, ezeket torzítani látszanak a képen. És erről szólt az a kis anekdótám, amire utaltál, hogy igen, az ember aztán először is szeretne a celebekről kialakult képtől különböző képet kialakítani magáról. Én remélem, hogy ez így sikerült az elmúlt 20 évben. Az anekdóta első része erről szólt, a másik az, hogy ha az ember kvázi hírnévre vágyik, akkor egy idő után menekül a hírnévtől. És igen, szeretne az ember slágert írni, vagy olyan dalt, amit ugye a Schusterinosok is fütyülnek, mert ez volna a definíciója a slágernek, pedig ma más Schusterin. Nem tudom, hogy van-e Schusterin, igen. És aztán viszont abban a helyzetben találja magát, hogy ezeket a dalokat állandóan játszani kell, és volt ezen a jubileumi turnén egy olyan, mondjuk itt slágerünk, vagy híresebb dalunk, amelyet hát cserbenhagyásos gázolás áldozatául esett szegény, és egy olyan verzióban játszottuk, amiben benne volt a mi saját ironikus viszonyunk ahhoz, hogy ezt a dalt mindig muszáj játszani. No, de az alapkérdés az mégiscsak ugyanaz, hogy mit tesz egy sláger tulajdonos, amikor mégiscsak muszáj játszani a slágereket, szóval unalmas ezeket neked játszani, vagy... Hát elmond egy ilyen történetet hozzá, és akkor egyszer csak lejön a szférikus magasságokból a híresség, és látszik, hogy őnek is vannak ilyen emberi vágyai, hiúságai, amikor az ember, van egy hamvasi történet, abban az van benne, hogy helyesebb, hogyha az ember nem kíván magának semmit, mert az a félelem mindig ott lebeghet körülöttünk, hogy megvalósul, amit kívánunk.
És helyesebb, hogyha valaki olyas, valaki kíván nekünk, aki pontosan tudja, hogy nekünk mi lenne a jó. És itt egy anyafiguráról beszél, ez egy fügefáról szóló elmélkedés, és a fügefa, mint az anyai principiumnak a megtestesítője szerepel ebben a novellában. Ezzel kapcsolatban volt egy hátborzongató történetem, hogy ha ezt most szabad elmondani, nem tudom, milyen műsoridő, de ha egy másfél óránk van, akkor ez biztos belefér. Nyugodtan elkezdhetem. Korcsulára járunk a családdal évek óta nyaralni, és ott egy vajdasági magyar néninél szoktunk szállást bérelni, és az udvaron van egy hatalmas fügefa, és ennek a fügefának az árnyékába töltünk mindig néhány hetet, amennyit sikerül, és annak a gyümölcséből eszünk, és ott az valami egészen különleges hely. És amikor innen hazajöttünk az első alkalommal, akkor egy nagy dedikálást rendeztünk, egy frissen megjelent kiadvány kapcsán. És jön egy ember, azt mondja, hogy én nem akarok semmit aláíratotni veled, én csak köszönöm, hogy dalold ezeket a dalokat, és én hoztam neked valamit, és letett egy kis füzetet elém. Ez a Hamvas Béla Fák című kötete volt, csak úgy találomra kinyitottam, és így kezdődött a novella, hogy Korcsula szigetén a temető fölött áll egy fügefa. És erről szólt a történet, hogy a fügefa az anyaságnak a szimbóluma, és hogy milyen jó, hogyha az embernek egy a szerető anyja kíván sorsot, és nem ő magának, mert akkor félő, hogy megvalósul. Hát ilyen egyszerű kis élet a miénk, emberi élet, hogy az ember kíván örökké valamit, és amikor eléri, akkor meg kell tanulni, hogy ez milyen terhekkel jár. Ugyanakkor azokat a terheket egy részét el kell hordani, a másikat lehet szeretni. És milyen ez a 20 év ebből a szempontból? Ezt kívántad 20 évvel ezelőtt? Először is nem tudtam 20 évvel ezelőtt, hogy lesz 20 év múlva, és hogy itt fogok ülni, és itt fogunk beszélgetni erről. Tehát nem voltak ilyen ambícióim, olyan ambícióim voltak, mint minden exhibicionista embernek, hogy színpadon szeretnék lenni, arról szeretnék dalolni, beszélni, ami engem nagyon foglalkoztat, és hát jó volna ezért figyelmet, meg szeretetet kapni, és bizonyos áttételekkel ez mind megvalósult. Na most, de vallomásra tartom, ez nekem, amit elmondott, ez borzasztóan szimpatikus. Tudnék, én színészbe, előadó művészbe mindig azt kerestem és azt szerettem, aki beszélgető társ tud lenni. Tehát akinek gondolatai vannak, pedig ez adja meg a fedezetét az éneknek. Tehát az, hogy aki valamit előad, a mögött mindenféle gondolatok vannak, élettapasztalat, ne adj Isten, Hamvas Béla. Úgyhogy ez nekem borzasztóan tetszik és jó. Hadd mondjam viszont azt el, amit az előzőhöz kommentárként, hogy na, örülök, hogy ezt megfogalmazta, amit én mindig keresek magam, ez a celeb dolog. Tudnék, egy bizonyos életkoron túl, mint amilyen az enyém, az ember nagyon óvatos abban, hogy az új jelenségektől elzárkózzon. Szóval nem szeretne úgy járni, mint az egyszerű falusi néni, aki nem száll be a liftbe, mert azt mondja, hogy az veszélyes. De ugyanakkor ez a fajtaság, ami mostanában megjelent a televíziózásban főleg, ez tőlem pontosan ezért idegen. Mert korábban, amikor ezeket csináltuk, hogy ki mit tud hasonló, ott mindig valami teljesítmény kellett. Most pedig rengeteg olyan föltűnő celeb van, aki mögött nincs teljesítmény. Szóval mit tudom én, ilyen valóságsókba olyan emberek jutnak sztárhelyzetbe, akiknek semmi teljesítményük nincs. Igen, de ez nem véletlenül van így. Direkt ilyen embereket választanak ki. Tehát én úgy gondolom, hogy emögött egy szándék van. Én az, hogy ettől én személyesen elzárkozom, az nem jelzi azt, hogy én most azt követelném mástól is, hogy zárkozzon el tőle. Én ezt kizárom az értelemben, mert semmi közöm hozzá, nem is nekem szól. Nem hiszem, hogy bárkinek szólna egyébként. Én aztán ennyit kimerhetünk mondani egy műsorban, hogy ez borzalmas, ez káros, ez egy baromi rossz minta. Nekem három gyerekem van, én felelősnek érzem magamat, értük, azért a világért, amiben ők élnek. Nekem baromi fontos, hogy a szellemi környezetüket ne fertőzzék ilyen baromság. Ez teljesen így van, én ezzel teljesen egyet, és hogy tegyek egyet valamit hozzá, ami lehet, hogy egy eretnek nézett. Szóval én borzasztóan szeretek mindent, ami a technikában licensz és amit átveszünk. Én borzasztóan szeretem azt, hogy bejön a mobiltelefon, én borzasztóan szeretem az autókba az újítás, mindent, ami technika. És én minden szeretek kultúrából, ami licensz. Igen, ezt akartam mondani, hogy és a szellemi újítások azok ritkán hoznak jó dolgokat. Azokat nekünk saját magunknak kell megcsinálni, tudni, különben nem a miénk. De én a licensz kultúrának borzasztóan ellene vagyok. Egyébként azt mondjam el, amit itt a Gergővel beszélgettek az ismertségről,
hogy az az anekdóta jutott eszembe, hogy egyszer volt itt Pesten egy kínai turista, és megkezdte, hogy hanyan vannak maguk magyarok. És mondták, hogy körülbelül 10 millióan. Azt mondta, hogy remek, akkor mindenki mindenkit ismer.